Szép jó estét kívánok, köszöntöm a Fehérvári Beszélgetések nézőit. Ma esti vendégem dr. Vajda Marianna, csókolom a kezét. Szép jó napot kívánok! És szeretettel gratulálok, azt hiszem minden Székesfehérvári nevében tehetem ezt a Pro Civitate díjhoz, amelyel a Székesfehérvár megyei város önkormányzata elismerésben részesítette önt a királyi napok alkalmával. Rendkívül nagy boldogság ez számomra is, hiszen ez úgy tudom egy alulról egy tehát nem egy tanács által, szönkormányzat által ajánlott, hanem egy polgári szervezkedésnek a vége, ami nagyon-nagyon jó leső érzés. És ez egy olyan szervezkedés, amelynek a hozadéka mindig az elismerés. És a, azt hiszem, hogy a sok-sok generáció gyermekeinek, szülőknek, nagyszülőknek a megerősítése abban, hogy nagyszerűen csinálja, amit csinál, Kezdjük talán azzal, hogy ön székesfehérvári születésű. Én székesfehérvári születésű egy, vagyok. És egy kicsi lány azt mesélje el nekünk, egy töpörtjű kislány, hogy választ magának hivatást. Hogy lesz belőle az, aki? Hát visszatérve nekem a nagymamám, tehát a nagyszülők, szülők, mindenki székesfehérvári, mindenki ezért a városért dolgozott, azt hiszem, és tett sokat és ez kezdetben nem volt így, mert én közgazdasági szakközépiskolában érettségiztem idegen nyelvű levelező gyors és gépülő szakon, úgyhogy ebből elég messze kerültem az orvosi pályámmal, ami az utolsó években fogant meg, és utána kezdtem el tanulni pluszban, hogy ezt elérhessem. Tehát a biológia és a természettudományok mondhatjuk, hogy nem volt a leginkább kedvence? Én. Hát általános iskolában nem annyi, és aztán így jött már középiskolába a pályamódosítás. Kinek a hatására döntött úgy, hogy orvos lesz? Hiszen egy, nem, ez, szerintem ez nem egyik pillanatról a másikra jön. Ez nem egyik pillanatról a másikra, be kell vallanom, hogy ők nem fehérváriak, hanem Pécsen voltak gyerekgyógyászok, egy régi kedves házaspár, akik valamikor szintén Fehérvárról számaztak el, és őt náluk voltam sokat, ő munkájukat láttam, és így kaptam kedvet hozzá. Nagyszerű. Amikor készült a felvételire, ugye mondta, hogy pluszban kellett tanulnia. Nyilvánvaló, hiszen akkor is, mint mindig, az orvosegyetemre a felvételi az valami borzasztóan nehéz. Fizikából a szüleim lehetővé tettek, hogy fizikából plusz órákat vegyek, úgyhogy abból muszáj volt, mert egy évben, a négy év alatt csak egy évig tanultunk fizikát a közgázban, és egy évig nem vettek fel, amikor Pécsen dolgoztam, és ott jártam előkészítőre, és majdnem maximális pontszámmal kerültem be második évre az egyetemre. Nagyon jó, amit mondt, hiszen így látszik, hogy a tehetség önmagában nem elég, ugye? Kell hozzá jó adag is. Ugye az első két esztendőben egy kicsit úgy van, mint a jogon. Két különböző kar, az első két esztendő iszonyatosan nehéz. Ez önnél is így volt? Hát nagyon. Ez, emlékszem még az első hónapokra, amikor még azt sem értettem, hogy magyarul mondják, vagy hogy milyen nyelven az anatómiát, meg az élettant. És a szépen lassan hónapokon keresztül jöttünk bele, törtünk bele, Különösen, amikor már elkezdtek a gyakorlatok is, a, ugye mindenki retteget, hogy milyen lesz az első anatómia gyakorlat. De az egyetemen már ezt nagy-nagy gyakorlattal finoman lassan vezettek be, hogy ne legyen mumus, ha nem élvezni tudjuk. Hogy sikerült a latin nyelvvel megbírkóznia? Ó, a latin nyelv az nehézkes volt, igen. Szerencsére csak egy évig tanultunk, de együtt küzdve a csoporttársakkal, akkor amikor én jártam egyetemre, pontosan csoportokba voltunk osztva, és ez nagyon zárt, nagyon jó közösséget alkottunk így, együtt tanultunk, együtt kérdeztük ki, így segítettük egymást. Hála Istennek, ugye van számtalan olyan pécsi ismerősünk, akik természetesen orvosok, akik legendákat mesélnek az akkori orvos egyetemről, hogy mi, mi, milyen professzorok, kapták az indítatást, mi mindent lehetett megtanulni. Ön hogy emlékezik vissza erre az időszakra? Rendkívül nagy tanáraink voltak Székesfehérváron, azt hiszem a Romhányi professzorurat ismerik legjobban, hiszen ő neki emléktáblája van a kórház termének, ő adta a nevét aki egy okay, csoda volt, de a, úgy érzem, hogy mi voltunk az utolsó talán olyan névfolyam, akik a nagyok, az igazi nagyok még tanítottak és példát mutattak. Ugye nem feledhetjük, hogy a szentágot, a és van. így tovább. Mi az, amit mindenképpen pluszban, tehát az, az, az orvosláson túl, a hipokratészi eskü megtanulásán túl, annak alapjain túl ott el lehetett sajátítani? A Romhányi professzor úrnak a nagy mondását, hogy csodás a mi pályánk. Tehát azt, hogy észre kell venni, hogy küzdenünk kell, hogy nem biztos, hogy mindig igazunk van, hogy mi is tévedhetünk, de ezt időbebe be kell látnunk, ezek nagyon nagy tanulságok voltak, és a munka, munka, munka. Tehát ehhez hozzátartozik nyilván a munka, a szeretete, a lázat, az emberség. Itt egy van. csomó olyan kifejezés, amit. Én azt mondom, hogy sajnos hajlamosak vagyunk mostanság ebben a felgyorsult világban elfelejteni. De ön emellett ilyet. Apropó, mikor választott magának szakirányt és hogyan? A, mikor ide kerültünk, visszakerültünk Székesfehérvára, ugye akkor pályázni kellett, más volt a pályázati rendszer. Bevallom őszintén egy fél évet az ANTS-ben a kölyálban, akkor kölyál volt, a kölyálban dolgoztam de mindent elkövettünk, hogy megkaphassam a kórházba a gyerekgyógyászati állást. Már nagyon szóba se jött csak ez. Ezt Ugye szerettem volna. Erről beszélgettünk, hogy az egy legendás időszak volt, hiszen elindult egy folyamat Kuhár uh, igazgató az, úr igaz. vezetésével, és uh, tehát megváltozott a kórház. Arról is esett már szó, hogy város volt a preferált intézmény, Mór nagyon jól ment, viszont Székesfehérvár én magam is tapasztalattam gyermekfővel, nem a feltétlenül a kórházi viszonyokra gondolok, de egy bizony egy poros kis mezőváros volt. Nem olyan, mint most, hogy koronázó város vagyunk, a történelmi főváros köze nem volt ahhoz, ezt bátran állíthatom. Mi fogadta itt a kórházban önt? Egy nagyon jó kollegális kapcsolatok, rendkívül jó társaság, egymás segítettünk. Ma is meséljük mindig a fiataloknak, hogy mi úgy kötöttük kifúziót, hogy egymásnak segítettünk. A, nem szeretnék neveket mondani, aki ismer bennünket, tudjuk, hogy, tudják, hogy kik dolgoztunk mi együtt, de mindig válválvetve és, és egymás segítve dolgoztunk. Íve volt a pályájának. Az, az, először ugye, a betanulás, az én munkámnak talán azt érzem a csúcsát, amikor megbíztak avval, hogy az intenzív osztályt segítsek, és itt csináljunk egy gyerek intenzív akkor már megvolt a szakvizsgám, már régóta dolgoztam, egy újabb tanulási korszak jött. Sokat jártunk Szolnokon, a Szolnoki Kórházban volt először intenzív osztály, elmentünk oda a nővérekkel együtt tanulni, hogy hogy kell ezt. Budapestre, Miskolcon tanultunk, és próbáltunk minél többet látni, hogy ezt mit meg tudjuk alkotni. És azt hiszem, hogy a mostani modern intenzív osztálynak talán tudtunk egy jó kis alapot adni. Tehát rendkívül... A nővéreket segítettük, elküldtük, rábeszéltük, hogy vállalják az egy-két éves továbbtanulást, vizsgákat, amik nagyon nehezek voltak szintén számukra. Igen, ez nem csak nem nagy kihívás, hanem óriási felelősség is. Így van. Hiszen a, a gyermek a legfontosabb a mindig, tehát vannak azért lépcsőfokok nyilvánvaló. Hogy tanulja meg egy pályakezdő tisztelni a gyermekeket, azt a fájdalmat, illetve hogy tanulja meg a szülőkkel együtt azt a közös nyelvet, ami segít ahhoz, hogy a, a gyermeket gyógyítani lehessen. Ők azért különleges teremtések. Nagyon sok tapasztalat, sok év kell hozzá, azt hiszem, ezt mindannyian elmondhatjuk hiszen nem olyan egyszerű az ember, pláne amikor fiatal, tele van önbizalommal, az alázatot, a békét, hogy a feldúlt szülőnek is egy békét tudjunk átadni, ne egy problémát, azt hiszem, hogy nagyon sok éves tapasztalat szükséges hozzá. Igen, tehát a gyakorlat nagyon fontos. Nagyon fontos. Hogyan lehet a, a betegségeket megismerni? külsődleges jegyek alapján, illetve a beteg, hát a gyermek alig-alig tudja elmondani. A szülő elfogult. És voltak éppen azért rendkívül nehéz a gyermekorvosok dolga, hiszen a gyermek gondolatait is kell ismerni. Nekünk nagyon nagy tapasztalatot adott az is, hogy akkor, amikor én voltam fiatal, akkor nem csak a kórházban dolgoztunk, hanem nagyon sokat kellett mennünk vidékre. Dolgoztunk az enyégi rendelőintézetben, a Sárbogó, sárbogárdi rendelőintézetben ahol az alapokat megtanultuk, amit a kórházban nem annyira látszik, illetve sikerült, megtanultunk dönteni, hogy mikor kell kórházba küldeni, mikor tudjuk magunk a területen felvállalni. Ez ma már sajnos nincsen így, hogy a kórházi orvosok kiárogatnak rendelni vidékre, pedig ez nagyon hiányzó, ez egy nagyon jó tapasztalatot adó dolog volt. Mennyit fejlődött a gyermekgyógyászat így az évtizedek alatt? Rengeteget fejlődött. Ugye egyáltalán a, gyere, a kórházi munka a műszaki fejlődésekkel, Hát én a múltkor voltam látogatni, a Budapesti Várban van egy kórház bent a vár aljában, nem tudom, sok, nagyon ajánlom mindenkinek, hogy nézze meg, mert egy nagyon érdekes látvány, és ott láttunk olyan lélegeztető gépeket, azt a háború előtti háborúban szerelték fel ezt a kórházat, amivel még mi dolgoztunk olyan lélegeztetőgépet. Ugye ma ez a technika fejlődésével csoda műszereket kaptunk. A gyáraknak a fejlődésével az új gyógyszerek, Hát emlékszik rá mindenki, hogy amikor ő volt gyermek, akkor kapta a penicillin injekciót, promicillin injekciókat. Mindenkit szúrtunk, mindenkit bántottunk. Hát ma már alig adunk a területen, a körzetben, már szinte elfelejtjük az injekciókat, mert olyan jó minőségű tabletták, szirupok vannak a gyerekeknek. Ugye a betegségeket gondolati síkon nem Igen. nagyon lehet gyógyítani, vagy legalábbis nagyon ritka, de... A farmakológusok sokat segítettek az elmúlt évtizedekben, az biztos. Ön híve a gyógyszeres kezelésnek, vagy inkább a hagyományos kezelésre esküszik? Én úgy gondolom, hogy azért vannak az én területem, azért járnak én hozzám ilyen sokan, mert nem vagyok híve mindenképpen a kemikáliáknak megpróbáljuk a gyógynövényes dolgokat egy kis türelemmel, hogy nem az első lázas napon neki ugrani, hanem egy tejával, egy kamillatejával, egy hasvályást meggyógyítani, és ma ez reneszánszát érzi, éli, úgy látom, hogy a szülők is érzik, hogy ezek a kemikáliák azért nem igazán mindig jók. Értem, de amikor ezt bevezette, azért csak-csak meglepődtek. Mert hát, hogy a, általában azért ez személyes tapasztalatom is, azonnal a irány a gyógyszertár. Recept, gyógyszertár, és köszönjük szépen. Hát úgy gondolom, hogy ugye a, a születés után, mi gyakran látogatjuk a szülőket, többször látogatjuk a gyermekeket is otthonukban, ahol van egy kis idő arra, hogy ezt megbeszéljük, hogy ők ebben mennyire hisznek. Vagy az, hogy amikor a kisbaba hasfájós, akkor ne rögtön egy gyógyszert adjon, hanem tényleg próbálja meg mondjuk egy kis kamillateával vagy egy kis köménnyel. Elengedhetetlen... A régi nagymamák receptje. Elengedhetetlen a szülői házakat meglátogatni? A gyerekgyógyászatban igen, az újszülötteket mindig meglátogatjuk otthon. És később ez nyilván erre épül, mert hogy a gyermekgyógyászat, minden gyógyászat nyilván, de a gyermekgyógyászat különösen bizalmi elven épül fel. Nagyon-nagyon fontos, nagyon sokat számít, hogy látjuk az otthonukban a szülőket, a családot, hogy ott ki tudunk alakítani egy szorosabb kapcsolatot, amikor el tudjuk mondani a kötelező, nem kötelező védőoltásokat. Ugye mindig több idő van otthon, mint a rendelőkben, hogy ezeket a fontos dolgokat megbeszéljük. Ugye említette a beszélgetésünk elején, hogy próbálta akkor, próbálták akkor meggyőzni az ápolónőket, hogy képezzék magukat, egy-két évet bőségesen megéri, hogy biztonságban tudhassák magukat a gyógyításban, és természetesen a beteg a srácok, a kislányok is. Nyilván ez megérte. Most hogy van, hogy találnak maguknak munkatársakat? Hiszen ez, ahogy még egyszer mondom, hogy ez rendkívüli felelősség, és nagyon sok alázat kell hozzá. Hát nem könnyű munkatársakat találni számunkra, de úgy látom, hogy Székesfehérváron egy kiegyensúlyozott munkaerő áramlás van. A, kórházi, a kórház egy olyan hívószó és egy olyan stabilitást ad nővéreknek is, hogy ritkán mozdulnak de most már a területen lévő nővéreknek is kötelező volt ö, ö, OK és tanfolyamon szakképesítést, és gyerekgyógyász vonalon csak gyerekgyógyászat szakképesítéssel dolgozhatnak az asszisztensek. Igen, én örömmel tapasztaltam, hogy ugye ápolnak nemzetközi napján is milyen sok székesférvári ápoló kapott elismerést, Igen. és ez megerősíti őket is, és azt hiszem, hogy minket is, szülőket, nagyszülőket. Egyébként, mit tapasztal a ápolónő hiányon? Nagyon is jól tudjuk, hogy elindult valami, hogy ne távolodjanak el a hivatásuktól? Én, miután több mint 15 éve már területen vagyok, én ezt igazából nem tudom felmérni. Én úgy látom, hogy a körzetekbe szívesen jönnek, és hogyha így beszélünk a gyerekgyógyászatról ilyen széles körben, akkor muszáj megemlítenünk a védőnőket. Hiszen a védőnők akkora segítséget adnak nekünk, és olyan szakmai tudásuk van. Most már nagyobb önállóságot kaptak egy pár évem, mint régebben volt. Ugye ők főiskolai végzettséggel ö, dolgoznak, rendkívül nagy türelemmel és rendkívül nagy tudással. Igen, most itt volt Székesfehérváron a védőnői országos találkozó, De. és a, ott is ezt tapasztaltam. Viszont még egy kérdés, ami ehhez kapcsolódik. A szülők, milyenek a mostani fiatal szülők? Türelmesek vagy olyan, ahogy megálmodta, vagy őket is tanítani kell? Hát úgy gondolom, hogy bőven tanítani kell, mert a mai fiatalok, ugye úgy, ahogy ismerjük őket, net, a TV, a, net, a netnek a tanácsadója, és nagyon sokan nem tudják, hogy az interneten nem igazán szakképzettek, tehát bárki felteheti a véleményét, a tapasztalatát, és nem tudjuk, hogy ki van mögötte. Tehát nagyon gyakran, ami neki szimpatikus, amit ő úgy gondol, hogy jó, azt lehet, hogy egy hasonló képzettségű anyuka teszi fel, mint ő, akinek csak most egy-két hónappal fiatalabb, vagy idősebb a gyereke. Tehát türelem. Türelem. Türelem és figyelem. Mennyit mi a visszajelzésekről kell, hogy szó essék, hiszen magam is tapasztaltam, hogy kedvelik, szeretik önt. Ez azt hiszem, hogy a legtöbb, amit elérhet valaki ez a kitüntetés ö, számomra ezt hozta, hogy ö, ennyien gondolnak rám, és szívesen gondolnak rám, és úgy gondolom, hogy ez tényleg a munkámnak a csúcsa, hogy én ezt ilyen formába kaphattam meg a, az emberektől és az önkormányzattól. Én pedig minden munkatársam és minden székesfehérvári nevében gratulálok még egyszer, és... Köszönöm, hogy vendégül láthattam. Én köszönöm szépen a meghívást. És további mosolygós szemeket, boldogságot kívánok, mert akkor azt hiszem, hogy a gyermekeinknek, unokáinknak is így ilyen lesz. Remélem, még tudok egy kicsit dolgozni, és nagyon szívesen. Köszönöm, megtisztelt. Én is. Kedves nézőink, a Fehérvári beszélgetéseket látták. Vendégem Vajda Marianna volt gyermekorvos, Székesfehérvár Pro Civitate díjas gyermekorvosa. Maradjanak továbbra is velünk, minden jót kívánok. Viszontlátásra.